A Tisza menti erdő tele van szeméttel, jelezve a migránsok vonulás irányát. Eldobált lábbelik és ruhák mindenfelé. A folyó túloldalán van szerb keresztúr, ahol a rendőrségi járművekkel megközelíthetetlen terepen, közvetlenül a Tisza partján van egy népes, illegális migránstábor. Az éjszaka érkező migránsok általában a folyóparton alszanak, mellettük a hátizsákjuk, az ágakon pedig ruháik száradnak. Stábunkról tudomást sem vettek, a tavaszi meleg napsütésben mélyen aludtak. Martonoson is teljesen kizöldült a tiszaparti erdősáv, és benőtte az erdei utakat is. Egyetlen ösvény maradt kitaposva, amely gyakorlatilag a migránsok által kialakított úgynevezett kikötőig vezet, amelyen keresztül ugye elindulnak, hogy átcsónakázzanak a Tisza bánáti oldalára. A szerbkeresztúri oldalon ugyanis van egy általuk kialakított illegális migránstábor, ahol több tízen, ötvenen, akár százan is időnként megbújnak. Ilyen gumicsónakokkal próbálkoztak korábban átmenni, és mentek át a Tiszán, tehát a bánáti oldalra. Újabban viszont a helybeli halászok elmondása szerint a motorcsónakokat is megpróbálják ellopni, és azokkal mennek át a Tisza bánáti oldalára, Szerbkeresztúrra, az illegális táborba, illetve újabban próbálkoznak a Tisza árával szemben Szeged irányába fölcsónakázni, kihasználva, hogy amikor az őrnasszádok, a magyarországi őrnasszádok éppen váltásra mennek, akkor átcsónakáznak oda, és időnként sikerül is nekik átjutni a magyar oldalra, ahol természetesen utána a magyar határőrök, határrendőrök elkapják őket. A martonosiak azért vannak felháborodva, mert amíg Horgoson és Szabadkán rendszeresen begyűjtik és elszállítják a migránsokat, Martonoson semmi sem történik a migráns probléma megoldása érdekében. Zombori taxisok hordják, van mikor 3-4-5 taxi is hozza őket, 5-6, még van mikor 7 személy van egy taxiba, még len vannak a minkis köröztúri járásnak, hívjuk abba az erdőbe, ott vannak. Este felé följönnek, bejönnek a bótba, vásárolnak, aztán mennek le. A halászok arra is panaszkodnak, hogy lopják a csónakokat? Persze, azt is lopják, meg nagyon sok minden hülyeséget csinálnak. Például? Hát szétdobálják a szemetet az utcán, amikor mennek végig, szemét van, meg néha agresszívak, amikor be vannak kicsit drogázva, akkor bódban is agresszívak egy kicsikét, azért van biztonsági őr, meg ilyen dolgok. Meg félnek az emberek, egy szónak száz a vége, félnek az emberek. Korábban a magyar határkerítés és a Holt-Tisza közvetlen közelében található egykori martonosi határőrség épületekben is tömegesen húzódtak meg a migránsok. Onnan ugyan kitessékelték őket, de sok szemét és nagy pusztítás maradt utánuk.